Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer. Take me away. I ain't afraid. Calling your name. Oh, my Indian summer. Na hát, sziasztok, itt vagyunk Törökországban, és ez a nyaralásunknak már a második teljes napja. Eddig nem igazán volt úgy alkalmam videózni, meg nem is szerettem volna ezzel tölteni az időt, hogy azt figyelem, hogy mi lenne tök jó tartalom a vlogban, meg ilyesmi. A repülőn szerintem nagyon-nagyon szép felvételeket csináltam, imádok repülni. Ez volt életem harmadik repülése, és még mindig ugyanolyan izgalommal vártam, és a repülőn töltött két óra, két és fél óra, az valami csodálatos volt. Tegnap előtt érkeztünk, csak nagyon-nagyon későn értünk ide a késések miatt a szállodába, ezért akkor nem is igazán csináltunk úgy semmi izgalmas dolgot. Konkrétan elmentünk ide vacsorázni ebbe a villacuszba, becsekkoltunk, meg képzétek el, nagyon menő volt, egy golfkocsival hozott ide minket egy nagyon kedves, itt dolgozó ember, nem tudom, hogy hívják ezeket, londiner, vagy nem tudom mi a neve ezeknek az embereknek. Össze is barátkoztunk vele, kiderült, hogy van YouTube csatornája, és aztán fél órán keresztül drónfelvételeket mutogatott nekünk. Aztán gondolkodtunk, hogy kéne kérni a vloghoz a szállodáról drónfelvételeket, de aztán elkezdett udarolni a csávó nekem, szóval letettünk a dologról. Na nem baj! A második nap, az tegnap volt. Akkor ünnepeltük az évfordulónkat, a harmadik évfordulónkat, medencéztünk, a tengerbe voltunk, kajáltunk, körbenéztünk a szállodában, este elmentünk az amfiteátrumba, mert amikor arra jártunk, akkor hallottuk, hogy ott történik valami, és volt egy ilyen kis show műsor, azt megnéztük, kicsit olyan volt, mint egy ilyen falunapos tehetségkutató, mert ilyen akrobatikus mutatványokat csináltak, ilyen BMX-esek, meg görkorisok, meg mountain bike-osok, de kb. Minden második alkalommal elestek is. Eskü olyan volt, mint hogyha ha most ülnének először biciklén, és most próbálnának először trükközni. Na mindegy, lehet, hogy csak izgultak, vagy ilyesmi. Aztán pedig elmentünk vízipipázni, és koktéloztunk még egyet, és így zártuk a napot. Nagyon sokat dumálok, nem? De annyi minden van itt, és annyi mindent szeretnék nektek mutatni, és tényleg a mai napot azt úgy terveztem, hogy minden, tényleg mindent megmutatok nektek. És a többi napot az pedig teljes mértékben a pihenésre és arra szánom, hogy kielvezzem minden pillanatát a nyaralásunknak. Na de tényleg most már nem kalandozok el többet, mert visszatérek a lényeghez. Egyébként ezt a nyaralást az Invian keresztül foglaltuk le, ahol szerintem nagyon szuper last minute, first minute, illetve mindenféle szezonális akció megtalálható, nagyon szuper ajánlataik vannak. Szóval, hogyha a közeljövőbe terveztek bármilyen nyaralást, akkor csak ajánlani tudom nektek az Inviát, nézzétek meg az ajánlataikat, lerakok nektek egy linket. Ma pedig már voltunk reggelizni itt a villába, mindjárt megmutatom nektek, vagy lehet, hogy most megmutatom nektek, hogy miket kajáltunk. Én meleg szendvicset ettem, meg zöldséget, meg palacsintát, aztán pedig kávéztam egy jót, és most itt vagyok a teraszon, konkrétan folyik rólam a víz, és szerintem megyek csobbanok a medencébe, aztán pedig megmutatom a szobánkat. Fókusz! Nem akarok felesni! Ezt az eget, de jó meleg. Leég a picsám! Hogyha belépünk a szobába, akkor elénk tárul ez a kép, hogy itt alszik egy kis hernyó. Azt hittem, azt mondod, hogy hercegnő. De majd pillangó leszel. Meg
megcsináljam a kikelést? Igen. Wow, milyen szép pillangó lettél. Na jó, szóval folytassuk tovább komolyan. Hogyha belépünk a szobába, akkor ez tárul elénk. Vannak ilyen kis papucsok, amiket még egyáltalán nem használtunk. Fókusz, oké. Okay. Szóval ez az egyetlen iható víz itt. Itt van egy emberméretű tükör, tévé, amit még egyáltalán nem használtunk. Itt van egy ilyen kis kávézós, tázós rész. Itt, jaj, egy minibár, amit kb. Minden nap újra töltenek, de csak vízzel. A szekrény, amit csak így mutatok meg nektek, mert tele van kupival. Mert én pakoltam be, és nem tudom bepakolni szépen. Igen, szóval itt van egy szép, meg ruhák, meg ilyesmi. Itt az erkély, ahol az előbb voltam, de majd mindjárt megint kimegyünk. Mi? Egy sárga talp. Mariam, miért sárga talp? Nem tudom, mindig ilyen. Kínai. Itt pedig van egy ilyen kis kiúszható ágy, ami gondolom a gyerekeknek van. Szóval Mariam, te mától ott alszol. De itt van a fürdőszoba, amit szintén megint belaktunk. Itt vagyok én a tükörben. Hoppá, kilóg a mellem. Hello! Itt van egy vici, itt pedig egy hatalmas nagy zuhanyzó, és nagyjából ennyi. Igaz, Maria? Most voltunk kávézni egyet, nagyon finom tej nélküli kávét kaptunk a gépből. Aztán a kedves mixerlány, vagy hogy hívják? Bartender. Bartender asszony öntött nekünk tejet. És most megyünk, és körbevezetünk titeket, mert csodálatos szállodám. Megmutatjuk azokat a helyeket, amiket már úgy ismerünk, mint a tenyerünket. Mert ez a két nap, ez olyan hosszú volt, hogy mindent megismertünk, igaz, Mariam? Igen. És mit fogunk még csinálni? Aztán megnézzük a vízi csúszdákat, mert van itt egy ilyen aquapark, csak a szállodának van, de még nem is voltunk, úgyhogy lecsekkoljuk ezt is. Igen, és képzeljétek el, van egy olyan csúszda, majd megmutatom nektek, ami így felfelé megy, olyan, mint a hullámvasút, és olyan gyorsan mész, hogy így a végén majdnem kiszállsz belőle. És ez nagyon félelmetes, de azt is ki fogjuk próbálni. Tudod, aminek a vége nincs lezárva, és csak úgy kirepülsz belőle. Ja. Ezek is olyan házak, mint a miénk, és itt is van egy csodaszép medence, meg pálmafák, meg ilyesmi, és mi arra felé lakunk. Itt van egy szuper mini golf, ami szerintem csak gyerekeknek való, és mi még nem próbáltuk ki. Miért lenne gyerekeknek való? Hát mert olyan pici! De azért, mert mini golf, érted? De Marian, ez még a mini golftól is mini. Nem, ez olyan low budget mini golf. De hát ez egy drága szálloda, ide kéne, hogy csináljanak normális mini golfot. Ott van egy snack bar, ahol... Még egyszer kérem, mutassa meg merre. Ott van egy snack bar. Igen, ami innen nem sok, ja, de látszódik, csak szemüvegen keresztül, nem? Igen. Körülbelül a délután 6-ig vagy 5-ig lehet folyamatosan sült krumplit, hamburgert, meg ilyen hasonló egészséges ételeket kérni. Azért van ott saláta is, hogyha valaki nagyon akar enni. Meg lehet kivenni vizet a hűtőből. Itt van az Óriás szállodának az egyik szárnya, és minket azon az úton hoztak végig a kedves csajozós emberünk golfkocsival. És ha erre megyünk tovább, akkor erre felé találjuk azt az alagutat, ami a beachre visz ki minket, vagyis a tengerpartra. Mi a következő állomás? Te se tudod! A gyerekeknek van két ilyen csúszás. És ez az egyik, ez ilyen kalózosra van megcsinálva, és nagyon-nagyon jól néz ki. És minket a súlykorlát miatt nem engednek fel. Úristen, de jól néz ki! Nem tudom, hogy mennyit hallottok. De amikor így jön a tenger, akkor nem, Marian. Na. Szóval. Most jött a tenger. Itt van egy ilyen fancy steak. Amikor jön, akkor csendben maradok. És ezen vannak ilyen nagyon fancy nyugágyak. És ott van a távolba egy csóró steak, amire az első éjszaka kimentünk sétálni, és konkrétan majdnem beszakadt
alattunk. Visz egy papucsot a víz! Viszi! Jaj! Ez a majdnem beszakadt alattunk. Várjál, mert be van zoomolva. Igen. Meséld, ahogy volt. Ez a majdnem beszakadt alattunk, ez úgy volt, hogy így pár millimétert mozgott egy-két deszka, és Claudia elkezdett sírni. Nagyon megijedt, hogy beszakadt a deszka. De mondtad neki, hogy logikailag képtelensége, hogyha egy deszka beszakad, attól még nem lesz semmi bajod. Az egész híd nem fog leszakadni. Dehogy nem, Marian, te ezt nem érted, mert ez fizika. The smoke of the mirrors, our memories, now the sun's gone down. Like a river rushing way up above. This ain't, yeah, this ain't no sugar-coated love. Most jöttünk vissza körülbelül egy olyan másfél-két órája a csúszdázásból, ami egy rémálom volt. Hátba rúgtak, eltörtem a lábam, és majdnem meghaltunk. Claudia tipikusan az a youtuber, hogy az a cím, vagy azt mondja, hogy majdnem meghaltam. Tényleg ez lesz a cím, majdnem meghaltam Törökországban. És igazából meg az volt, hogy jaj, ez nagyon jó! Nem, azért ott nagyon féltem. Tudjátok, amit mutattam nektek, hogy ez a kedvencem. Az para volt, kedvenc. Mondjuk igen. Az volt a baj, hogy azzal kezdtük, és úgy nagyon ijesztő volt. Mert ahogy így lejött először, így elváltunk a falától. Voltunk egy másik csúszdán, ami kb. Ilyen gyerekeknek való, és ki volt írva oda, hogy 120 centis a víz. Marian, ő felkészült, ő fekve ment, tök jól érkezett, én pedig így nyújtott lábakkal, és nem értettem, hogy miért ütöttem be annyira erősen a lábamat, és annyira fájt. Aztán jött a következő csúszda, olyan lassan ment benne a víz, hogy én konkrétan háromszor megálltam útközben, aztán jól mondom, én is hátrafekszek, már lögdöstem magam mindenhogy, hogy valahogy lejussak a csúszda végére, és mire leértem, nem ütöttem be a lábam, nem történt semmi, egyszer csak jön mögöttem, hirtelen egy kisgyerek úgy vessén rúgott, hogy azt hittem, ott halok meg. Én meg így végignéztem az egészet, hogy a végére értem, és annyira lassú volt, hogy kb. Így megállt, és ő igen, meg így néz, hogy ez mi, aztán egyszer csak megúl egy kisgyerek így ezerre, így. Nagyon éhesek lettünk, ezért elmegyünk kajálni, de oda is jöttök velünk. Szóval menjünk, mert éhesek vagyunk. Hello! Itt van az én kis előételem, ez ilyen nagyon-nagyon vegyes. Végre találtunk normális csirkehús. És ott pedig a Mariani. Ez most só. Most sikerül nem megcukrozni? Mindig olyan extrák itt a sütik, lehet, hogy telepakolják ilyen cucli-muclikkal. Nagyon durva. 2 hours later. Amúgy nagyon jól néz ki ebbe a fénybe. Olyan vagy, mint egy ilyen celeb. Én meg így megyek mögötted és követlek. Szép paparazzi. Hey, Marian! Marian! Wait for me! Wait, please! Azt hallottuk, hogy terhes. Tudná erről mondani valamit? I'm not pregnant. We've been acting out for days, nothing to deny. Blown up because it goes through the halls. You keep sleeping on the couch just to prove the point. I'm too proud to tell you when I'm wrong. Arguments spinning in circles, we're fighting for days, stuck in a phase. I think we're losing the reason. Na, vissza is értünk már a szobába most, már tényleg nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és most jön egy kis összebújás, meg Grace klinika nézés. Köszönjük szépen, hogy megnézitek a videót, és remélem, hogy tetszett, és tényleg ne haragudjatok, hogy a nyaralásból csak egyetlen egy napot tölthetetek velünk, de nézzétek majd meg Mariannak a videóját is, mert nála totál más dolgokat láthattak majd. Kaja! Igen, és hogyha szeretnétek, akkor majd a nyaralás után csinálok nektek egy ilyen a nyaraláson készült képeket megmutatós videót, illetve elmondanám, hogy mi történik a hét további részébe, amit egyébként még én sem tudok, hogy mi fog történni, de nagyon izgi dolgokat terveztünk be, szóval, hogyha szeretnétek ilyen videót, akkor írjátok meg nekem kommentbe, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Azt hittem, hogy az lesz, hogy lájkot dobjanak.
Hát azt is elmondhatod, dobjanak lájkot. Dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és szeretnétek még hasonló vlogokat látni Claudia csatornáján. Én nagyon szeretnék, én már meg is nyomtam a lájkot. Én is szeretnék ilyen videókat látni, csak ki fogja kifizetni az utazást? Yeah. Ők.